Jó estét kívánok! Államalapító Szent István királyunk vajdasági központi ünnepségének helyszínéről, Palicsról köszöntöm a Pannon TV nézőit és a Pannon Rádió hallgatóit. Élőben közvetítjük a Vajdasági Magyar Szövetség rendezvényét. Pillanatokon belül felcsendül a himnusz. Az ökumenikus kenyéráldást követően pedig Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere, majd Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mond ünnepi beszédet. Tartsanak velünk! Thank you.
tisztelt ünneplők, kedves nemzettársak, kedves magyarok, jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió nézőit és a Pannon Rádió hallgatóit, a Vajdasági Magyar Szövetség hagyományos, az idén immáron 18. alkalommal megrendezésre került Szent István napi ünnepségén. Íme a mindenható kegyelméből újra együtt vagyunk. Vajdaság minden részéről érkeztek ide Palicsfürdőre, hogy államalapító királyunk ünnepén büszkén ünnepeljünk, erősítsük együvé tartozásunkat, hitünket, erőnket és magyarságunkat az európai népek közé immár 1100 éve tartozó magyar nemzetünket. Az idén eljöttek hozzánk a Szent István lovagrend képviselői is, akik elhozták nekünk Szent István erekiesített kardmásolatát. Az ünnepi részt követően és a kenyérosztás után ezt az erekiét majd meg is érinthetjük mindannyian. Engedjék meg nekem, hogy néhány szót szóljak erről a lovagrendről. Nos, a Szent István lovagrend szellemi és történelmi elődjének, a Szent István király által alapított jeruzsálemi és esztergomi, valamint római, ravennai és konstantinápolyi zarándok és ispotályos házak kereszteseit tekinti, akik II. Géza királyunk akarata és III. Sándor pápa szentszéki elfogadása szerint lovagrendé váltak. A lovagrend a rászorulókat, zarándokokat segítő és betegápoló tevékenysége mellett a kereszténység védelmében katonailag is részt vett a történelem során. Jeruzsálem végleges eleste után működésének központja Esztergom lett, és mindenkor Szent Ágoston reguláját követte. A lovagrendnek eredetéből adódóan az általános lovagi erények magasfokú gyakorlása mellett meg kell felelni a Szent István király intelmeiben foglalt az erények gyakorlására vonatkozó követelményeknek is. Ezekre és a magyar kereszténység történelmi alakulására tekintettel a Szent István lovagrend a jelenkori működése során is az Árpádok idejéből és a Szentszéktől eredő katolikus gyökerekre alapoz. A katolikusok mellett református és evangélikus keresztényeket is magába foglal. Nem ismer és nem ismerhet semmiféle származási kirekesztést, és ugyancsak az ősi magyar gyökerekre tekintettel nem tesz különbséget megítélés és lehetőségek tekintetében férfi és nő között. A lovagrend fővédnöke és az egyházi főhatósági jogok gyakorlója Esztergom érseke. A lovagrend része a Szent István zarándoklat, mely 2005-ben alakult, és fő feladatának a kereszténység és a kultúra védelmét tűzte ki célul, különös tekintettel a mai határokon túlélő magyarság körében. Fő ünnepe augusztus 20-a, és zarándoklatait is főleg ehhez az időszakhoz igazítja. Jelképei a Szent István zarándoklat zászló és a Szent István király erekésített kardmásolata, melyet a budapesti Szent István Bazilika kincstárában őriznek. És íme ma este ünnepünkre elhozták nekünk. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők! A Szent Istváni állam és nemzet alapja nemzettudatunk, mely egyedüli megtartó erőnk, jövünk záloga, és aki ez érzeménnyel nem rendelkezik, az bizony mindenét kockára teszi. Ahogyan azt Mátyás királyunk Korvináiban is olvashatjuk, amely nép a hazáját jól megvédelmezni rest és fösvény, az elveszti hazájával házát is, földjét is, ingó-bingó vagyonát is, de még nyomorult életét is.
és nagy királyunk halála után 36 évvel milyen véresen beigazolódott Mohácsnál 1526-ban ezen mondat igazsága. Nos, ez üzenet örökérvényű, és akár államalapítónak is betudhatjuk, hiszen Szent István a nemzetet ajánlotta nagyasszonyunk a Szent Szűz oltalmába, de a nemzet tudat és a haza megőrzése az mindenkor is a mi dolgunk, magyarok dolga volt, és a mi dolgunk is lesz. Ez szent kötelességünk, és ez a sorsunk. Nőjünk fel hozzá tehát, növeljük utódainkat is ennek szellemében, és most ünnepeljük Szent István királyunk múlhatatlan, bennünket megtartó nagyságát. Hölgyeim és uraim, műsorunk kezdete előtt a szabadkai fúvószenekar dalai zenéje, a Kulai Népkör Magyar Művelődési Központ Ibolya Gyermek Néptánc Együttese, valamint Balla Georgina szórakoztatta önöket, ideérkezőket. A himnuszt a nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus előadásában hallhattuk. Rövidesen pedig sor kerül az új kenyér megszentelésére, amit követően díszvendégünk dr. Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési minisztere köszönti az egybegyülteket. Azután pedig Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke mondja el ünnepi beszédét. De mindenek előtt most kérem, nagy-nagy tisztelettel felkérem a Római Katolikus Egyház képviseletében dr. Varga Lajos, váci segédpüspököt, Verebélyi Árpád, doroszlói kegyhelyigazgatót, Orosz Attila, református bácskai esperest, és az Evangélikus Egyház nevében Dolinszky Gábor püspökhelyettest fáradjanak fel a színpadra. Következik az ökumenikus kenyérszentelő. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Szent István király életéből erőt merítünk, a Jóisten pedig a maga áldásával elhalmoz bennünket, amikor Szent Királyunkra emlékezünk, és az Úr Jézus, aki egykoron megszaporította a kenyeret, sőt, az oltári szentségben szentségi táplálékul adja nekünk, segít bennünket, hogy életünkben ő vezéreljen Szent István nyomdokain. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ünneplő közösség, szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztus által Istennek ígéjét a Máté írása szerint való Szent Evangélium 6. fejezetének a 11. verséből olvasom, illetve idézem. Így szól, hallgassuk azt figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatossággal. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Tisztelt ünneplő közösség, kedves testvérek! Úgy érzem, mindannyian jól ismerjük ezt a szentírási helyet, amelyet most itt idéztem a szentírásból, hiszen abból az imádságból való ez a részlet, amelyet mindannyian kisgyermekkorunkban sajátítottunk el, még a szülői házban, és amelyet jó reménységem szerint azóta is naponként gyakorolva újra és újra elmondunk. Ebben az ünnepi pillanatban nem is az új kenyeret, hanem talán inkább helyesebb úgy fogalmazni, hogy az új kenyeret adó Istent ünnepeljük, vagyis az örökké való Istennek adunk hálát a kenyér jegyében megújított szeretetéért. Nem mondok senkinek azzal újat, ha azt mondom, hogy a földi létünk fenntartásához, a mindennapi kenyérre, a mindennapi táplálékra, a mindennapi betévő falatra szükség van, sőt az elengedhetetlenül nélkülözhetetlen. Nélküle gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne az élet, és naponként szükségünk van rá, és érdekes módon ennek az ízét soha nem unjuk meg. Ebben a pillanatban talán furcsa, de úgy érzem arról is beszélni kell, hogy voltak olyan idők, amikor nem volt ennyire egyértelmű a mindennapi kenyérnek a jelenléte, mint ma. Gondoljunk csak az Ószövetség népének történetére, a pusztai vándorlás korára, amikor elfogyott az ennivaló a pusztában, amikor a nép zúgolódni kezdett, de Mózes Istenhez kiáltott, és az örökké való Isten nem feledkezett meg övéiről. Adott nekik mannát, kenyér és fürjeket húsgyanánt. És utána ezt követte az isteni figyelmeztetés, amely így hangzott, menjen ki a nép és szedjen naponként egy napra valót. Érdekes módon nem lehetett többet szedni, csak egy napra valót, csak és csak is annyit, amennyi elegendő volt, amennyit elfogyaszthattak. Csak a szombat előtt való napon lehetett két napra valót begyűjteni. Tisztelt ünneplő közösség, maga az Úr Jézus Krisztus is pontosan erre tanít az ő imádságában bennünket, hogy a mindennapi kenyeret imádságban is el kell kérni, de mindig csak annyit, amennyi elegendő, mindig az egy napra valót. Az Isten adománya nem arra való, hogy az ember azzal visszaéljen, hogy az ember azt felhalmozza, hanem hogy vele éljen hálaadással naponként. Ma azért is összegyűltünk itt többek között, hogy az új kenyér zsengéért adjunk hálát Istennek, hogy ő olyan kegyelmes volt hozzánk, hogy az idei esztendőben is az asztalunkra kerülhetett az új kenyér. Hálaadásunk ezen a mai napon, ezen a szép ünnepen kettős kell, hogy legyen. Hálát adunk elsősorban azokért, akik helyettünk megtermesztették a mindennapi kenyérnek valót, és azokért is természetesen, akik közreműködtek annak elkészítésében. Másodszorban nem szűnünk meg hálát adni, hogy Isten adott erőt, adott egészséget, munkalehetőséget, sőt munkabírást, hogy mindezt meg tudjuk venni, elő tudjuk teremteni magunknak, családunknak, szeretteinknek. Nagyon-nagyon fontos tehát a kenyeret kérni az Úrtól, nem győzöm ezt a gondolatot ismételten aláhúzni, és naponként érte hálát adni. Mindezeket figyelembe véve soha senki sem felejtheti el közülünk egy pillanatra sem az ige mondani valóját, a Máté Evangélium a 4. fejezetének 4. verse Jézus megkísértésének történetében így fogalmaz, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ahogyan írja Istennek igéje, és ahogyan az Úr Jézus Krisztus válaszol az őt megkísértő sátánnak. Mert testvérek,
amilyen szükségünk van minden napon a testi kenyérre, ugyanolyan szükségünk van, és talán még nagyobb szükségünk van a lelki eledelre, az Isten igéjére is. Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy az Úr gondoskodik állandó jelleggel lelkünk és testünk táplálásáról. Szeretett ünneplő közösség, ennek a mai ünnepségnek a mottója egyetlen szóban kifejezve az, hogy bízzál. Én azt mondom, bízzál te is, bízzunk mi is mindannyian az örökkévaló Isten gondviselő szeretetébe, aki gondoskodik testünk és lelkünk táplálásáról. Bízzuk életünket és minden egyes tevékenységünket arra az Úrra, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ezért legyen neki hála és dicsőség. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak a szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ami buzgókodásunk legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, ki teremtette a mennyet és a földet, az ő nevének legyen dicséret és dicsőség mindörökké. Amen. Ünneplő közösség, testvérek a Krisztus Jézusban, Istennek igéjét olvasom fel a 37. Zsoltár 3. verséből. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Amen. Ünneplő testvérek a Krisztus Jézusban, a mai ünnepség mottóját egy bibliai résszel egészítettem ki. Egy bibliai résszel, amellyel azt kívánom alátámasztani, ami az én életemnek is értelme. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Bízzál, és higgy. Bízzál mindabban, amit elképzelsz, amit szeretnél, amit megvalósítanál, ami lehetőség a számodra. Az elmúlt évek során, minden évben úgy vettem részt ezen az ünnepségen itt Palicson, hogy itt elvegyültem az óriási tömegben, de valahogy a fülemet mindig ide szegeztem, a mikrofonok, a hangfalak irányába, és valami konkrétat szerettem volna hallani, ami megerősít, felbátorít arra, hogy igenis van értelme még egy évig küzdeni, még egy évig lehetőségeket megvalósítani. És minden évben volt, van, és bízom abban lesz is ilyen üzenet. Saját életem példájából hadd hozzak föl egyetlen egy gondolatot. Ez az egyetlen egy gondolat a családnak, a szülőföldnek, a szülőföldön való maradásnak a gondolat. 2 gyermekem van, de van hivatásom, van munkám. Istennek a segítségét kérem mindig abban, biztasson, erősítsen, hallgassa meg az imádságomat, és adja meg a napi kenyeret minden nap. Bízom benne, hiszen okkal teremtett ide a vajdaságba. Okkal, mert terve van velem. És hiszem azt, hogy mindnyájunkkal terve van a jó Istennek. Terve is nekünk mondja azt, bízzunk ma ő benne, és tegyünk jót. Ki a maga akarata szerint, belátása, képességei szerint, tegyünk jót, mert akkor az országban, nem Szerbiában, hanem a szülőföldünkön lakhatunk, és biztonságban élhetünk itt.
ahova a jó Isten teremtett minket. És ő meghallgatja a kérésünket. Meghallgatja, és most is elénk teszi a mindennapi kenyeret. Megmutatja, itt van, itt termett. Ti itt vagytok, ti termeltétek. A tiétek. Ez a föld, ez az ország. És biztonságban élhetünk az Úrral együtt, akkor, ha van hitünk, ha van összetartás bennünk, és van bennünk jó akarat. Jó Isten, adja meg azt mindnyájunknak, hogy ne elvágyódjunk szülőföldünkről, hanem maradjunk itt az ő áldásával, az ő segítségével, és építsük szülőföldünket gyermekeink, unokáink számára. Amen. A mindenható Isten, aki megadja a földnek a termését, áldja meg ezt a kenyeret, és áldjon meg titeket is, testvéreim az Úrban. Ragyogtassa rátok orcáját, és segítő kezét nyújtsa felétek minden napon, mostantól, mind örökké. Amen. Hölgyeim és uraim, most pedig nagy-nagy tisztelettel felkérem dr. Fazekas Sándor urat, Magyarország vidékfejlesztési miniszterét, rendezvényünk díszvendégét, hogy szóljon hozzánk a délvidék magyarjaihoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Excellenciás Püspök Urak, tisztelt Elnök Úr, délvidéki magyar testvéreim! Szeretettel köszöntöm Önöket legfontosabb és legrégebbi ünnepünkön, Szent István király napján. Engedjék meg, hogy átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úr és a magyar kormány jó kívánságait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ilyenkor augusztus 20-a táján államalapító Szent István királyunkra emlékezünk. Jól tudjuk, Szent István király rendkívüli egyéniség volt. Felismerte, keresztény európai népként tudunk csak megmaradni, államalapításra van szükség egy olyan államra, amely kibírja az évszázadok próbáját. Munkálkodásához fűződik a központi kormányzat, a püspökségek, érsekségek létrehozása, a vármegyék létesítése, és az a híres rendelkezés is, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. Mindegyiknek mélyreható, máig érző hatása van. És 1100 év megmaradása is mindezeken a cselekményeken múlik. Idegen népek tengerében megőrizi nyelvünket, szokásainkat, kultúránkat, és mindig gyarapítani azt, amelyet örökül kapunk. Mi kell mindehhez? Mi kellett mindehhez a korábbi évszázadokban is? A legfontosabb a keresztény hit, hogy merjünk bízni. Lássuk a céljainkat, és kitartsunk mellettük. És kellett hozzá egy erős állam is, amely megvéd bennünket. Megvéd bennünket, bárhol is élünk. Melynek határai változhatnak, de az ország mégis örök.
És azt is jól tudjuk, hogy ez az erős állam néha bizony meggyengült. Sokba került ez nekünk, de mindig túléltük a történelemnek ezeket a kritikus időszakait. És most, 2010 óta újra erős államunk van, és újra erős kormányunk. Nagy érték ez, meg kell becsülnünk. És élnünk is kell ezzel a történelmi lehetőséggel. És az új kormány élt, az új országgyűlés élt ezzel a lehetőséggel. Alkotmányozás kezdődött, és az alaptörvényünkkel megnyílt a lehetőség arra, hogy minden magyar megkapja a magyar állampolgárságot. Ez a valódi határokon átívelő nemzetegyesítés. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezáltal újra elérjük azt, amit Szent István király üzent, amit épített, hogy minden magyar közjogi kötelék kössön össze. Rendkívüli fontosságú lépés ez, de mégis az első lépés. A következő az, hogy szorgos munkával építsük újra azokat a szálakat, amelyek összeköthetnek, amelyek régen is összekötöttek bennünket. A kultúra, a gazdaság, a művelődés, a turizmus egymás ismeretének a szájait, abban a magyar univerzumban, amelyben élünk itt a Kárpát-medencében és a Kárpátok határain túl is. Fontosak ezek a szálak, hiszen kifejezik azt, hogy legyünk otthon a magyar világban. Legyünk otthon annak bármely csücskében, a Tátrától az Aldunáig, a Tiszavidékétől az Őrvidékig, az Erdélyhegyektől a Székelyföldön, a Dunántúlig egyaránt. Akkor érezzük magunkénak, akkor érezzük az összetartozás tudatát. Tisztelt hölgyeim és uraim! Jól tudjuk, a magyar történelem folyamatos újrakezdések sorozataként is felfogható. Különösen érvényes ez ide a délvidékre, ahol bizony számos kataklizma ért bennünket. Sokat szenvedett táj ez. De mindig volt bennünk erő az újrakezdésre. Mindig volt valami olyan őserő, amely nehezen megfogalmazható, de mindig lehetett rá támaszkodni, mindig biztatást adott, és mindig voltak újabb és újabb generációk, akik magyarnak vallották magukat, akik a magyar nyelvet és a kultúrát fönntartották, és ezáltal ennek a földnek a magyar jellegét is megőrizték. Mi is ez az őserő? Nyilván nehéz megfogalmazni, de az ember kísérletet tesz rá. Itt Palicson, a délvidéken, ezen a csodálatos alföldi tájon. A keresztény hit és a szülőföld szeretete volt az az erő, amely megtartotta a magyarságot a történelem legnehezebb időszakaiban is. A kereszténységet Szent István királynak köszönhetjük. A szülőföld szeretetét pedig az új kenyér jelképezi számunkra. Az új kenyér, amely a föld ajándéka, amelyet meg kell dolgozni, gyakran verejtékkel, amelyben testet ölt generációk hozzáértése, elkötelezettsége és munkája, és amely az életet jelenti számunkra. Ma mindezek mellé egy fontos dolog járul. A hitelesség a mai világban különösen becses kincs. Hogy amit megígérünk, teljesítsük, amit vállalunk, azt elvégezzük. És a Nemzeti Ügyek kormánya vállalta, hogy megadja a kettős állampolgárságot, és megadtuk. A Nemzeti Ügyek kormánya vállalta, hogy támogatja a délvidéki magyarságot, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács megfogalmaz, azokat a stratégiákat és elképzeléseket, amelyek testet öltenek, azokat a magyar kormány felkarolja és segíti. És ez így lesz a jövőben is. Célunk a szülőföldön maradás elősegítése, és az, hogy a nemzeti összetartozást erősítsük. Ma felemelő érzés a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én együtt ünnepelni, méltósággal, tisztelettel, és felemelő érzés most itt lenni önökkel együtt. És jó érezni azt, hogy konkrét programok, konkrét elképzelések fogalmazódnak meg, és van bennük egy olyan nemzeti tartás, amelyekre büszkék lehetünk. Ezt erősíti az is, hogy naponta magyarok százai teszik le az állampolgársági esküt. Én is egy ilyen alkalmon vettem részt pár órával ezelőtt Szabadkán. Felemelő percek voltak, amelyeket az ember sohasem felejt el. És örülök annak, hogy itt lehettem, Bácskos út falvai Kun atyánk fia is részesei voltak az eskütételnek, és átéreztettem azoknak a pillanatoknak az egyikét, amelyeken már közel 500 000 honfitársunk van túl.
hiszen közel 500 ezeren tették le már az állampolgársági esküt, rácáfolva minden pesszimista jóslatra. Keressünk meg minden magyart, a legeldugottabb faluban is, az Isten által mögötti kis településeken, épp úgy, mint a nagy lakótelepeken, hogy jöjjön el, vállalja a magyarságát, tegye le az állampolgári esküt. És ami nagyon fontos, utána vegyen részt a közügyeinkben. Válasszon, szavazzon. Itthon is, és otthon is. A határ mindkét oldalán. Ezáltal tudjuk megtartani magyarságunkat, erősíteni azt az identitást, amely összeköt bennünket. És ezáltal ölt testet egy eszme a szemünk láttára. Az, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezt a szellemiséget testesíti meg a Vajdasági Magyar Szövetség élén Pásztor István elnök úrral. Óriási érték ez, tisztelt hölgyeim és uraim. Olyan politikai családok, olyan szervezettség nélkül nem lehetünk sikeresek, nem lehetünk eredményesek, amelyekre szükségünk van, amelyek összefognak bennünket, amelyek keretet adnak a mindennapi életünknek, épp úgy, mint a munkának és az ünnepeknek egyaránt. És erős szervezetekre van szükségünk. A történelem sohasem bánt kesztyűs kézzel a magyarsággal, mindig komoly kihívásokkal kellett megküzdeni. Össze kell kapaszkodnunk ezekben a nehéz időkben. Ha gazdasági válság van, ha politikai válság van, ha kihívások vannak, egyaránt. Tisztelt hölgyeim és uraim! Zárásként egy élményemet szeretném megosztani önökkel, bár azt hiszem sokan voltunk együtt pár perccel ezelőtt Szabadkán, egy nagyszerű szentmisén a Székesegyházban. Elérzékenyül az ember, amikor ilyen életre szóló hatások érik. Csodálatos volt, és rengeteg gondolat fogalmazódik meg ilyenkor bennem. Talán Szent István egyénisége, a himnuszokban, az énekekben megfogalmazódó üzenetei azok, amelyek legjobban megragadják az ember szívét. Érezzük, Szent István egy ezer év távlatából is megvéd és megóv bennünket. Megóv bennünket, magyar népét, bennünket, akik ragaszkodunk hozzá. És bármerre is járunk a Magyar Királyság területén, legyen a Szabadka, ahol ott van az oltár előtt a szobra, legyen az a Muravidék, Bélatinc, vagy Máriafalva az Őrvidéken, vagy Pozsony a Felvidéken, a Tátra környékén, bármerre járunk, ott van Szent István az oltárokon. Erdélyben, a Székelyföldön, épp úgy, mint Karcagon az én városomban, vagy az Aldunánál, megtaláljuk alakját. Ott van, ezer év távlat után is ott van előttünk, megjelenik, és a szívünkben is érezzük. És azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog. Megfogalmazódik benne a magyar államiság ezer éve, épp úgy, mint azoknak a generációknak a ragaszkodása, amelyek fönntartották ezt a nemzetet ezer éven keresztül. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ezer évvel ezelőtt Szent Királyunk nevenapját ünnepelte a magyarság. Ebből alakult ki az augusztus 20-ai ünnep, illetve ünnepkör. És ma is így van, régi hagyomány ez, amelyet meg kell tartanunk. Az augusztus 20-ai ünnepekből fejlődött ki a Magyar Országgyűlés is. A magyar államiság alapja. Én biztos vagyok abban, hogy most ezekben a napokban 5 kontinens valamennyi magyar embere együtt ünnepel velünk. Egymásra gondolunk, és a magyarságunkra. Kívánom, hogy adjon erőt ez az ünnep a hétköznapok munkájához, épp úgy, mint ahhoz, hogy megmaradjunk magyarnak, hogy tudjunk összefogni, és ezáltal erős, felemelkedő nemzet legyünk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönjük miniszter úrnak felemelő szavait, és külön köszönjük neki, hogy ünnepünkön eljött közénk, és ezen a szép napon velünk ünnepel. Most pedig nagy-nagy tisztelettel felkérem Pásztor István urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.
estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Fazekas miniszter úrnak, amiért elfogadta a meghívásunkat és megosztotta velünk gondolatait, együtt ünnepel velünk ma. Külön szeretném megköszönni a kormány számunkra átadott üzenetét. Ezek a mondatok sokat jelentenek a mi számunkra a jövőről való gondoskodás és gondolkodás szempontjából. Külön szeretném megköszönni főtisztelendő atyáknak, hogy az idei évben is megáldották az új kenyeret. Szeretnék köszönetet mondani Varga püspök úrnak, hogy itt volt ma velünk, és egy csodálatos prédikációval még ünnepélyesebbé, elmélyültebbé tette a mai ünnepünket. Szeretném kihasználni, hölgyeim és uraim, az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak erről a helyről Pézes püspök úrnak, mert több mint 15 éven át a Szent István napi ünnepünk része már az a Szent Mise, amit a Székesegyházunkban ma is alkalmunk volt megcsodálni. Szeretnék külön köszönetet mondani Miolcs József plébános úrnak is, mert az elmúlt 15 évben rengeteget tett annak érdekében, hogy ezek a szentmisék ilyenek legyenek, mint amilyen a mai nap volt. Tisztelt ünneplő közösség! Bízzál, s virágzóbb századokat remélj! Elődeidnek szép kora visszatér! Írta 1800 körül, nem sokkal a francia forradalom után, a 18. század című versében Berzsenyi Dániel, a Niklai remete. Úgy szerepelő a tankönyveinkben, mint a visszahúzódottan élő, a világtól elvonult költő. Berzsenyi a 18. és 19. század fordulójának költője volt, magában hordozta a kor minden belső ellentmondását. Fontosnak érezte a felvilágosodás gondolati és formai vívmányait, de ugyanakkor aggódott nemzetéért. Talán elsőként fogalmazta meg a nemzeti lét, a múlt, a jelen és a jövő, a nemzeti és általános érték és érdek viszonyának, a megújulási és alkalmazkodási kényszer előre menekítő lényege vonatkozásában állandóan ma is jelenlevő dilemmák hosszú sorát. Talán ezért is vált fontossá kortársai Kölcsey Ferenc és Kazinczy Ferenc számára, később pedig Fejtő Ferenc és Németh László számára a különböző oldalon állók egyként hivatkoztak rá. Akárhogy is van, az biztos, hogy a modern kornak, a nemzeti ébredésnek a hajnalán, a 18.-19. század fordulóján Berzsenyi nyíltan és világosan kimondta, hogy a múlt tapasztalata és példája adhat reményt a bizakodásnak. Azonban Berzsenyi nem lett volna az, aki volt, a parlagi zseni, ha a múltat nem csak példának szánta volna. Ő a múlt dicsőségét azért említi verseiben, hogy a jelenben kikényszerítse a változást. Megelőzve korát, megelőzve a reformkori költőket, Berzsenyi a történelmi képekkel a jövő építését sürgeti, a nemzet jövőjét félti, annak dicsőségét reméli. Tisztelt ünneplő közösség! Évfordulókhoz kötött az idei ünnepünk. A vajdasági magyar közösségnek ez a 18. palicsi emlékezése. Gondolják csak végig, milyen utat futottunk be, mi mindenen mentünk keresztül az elmúlt 18 évben, 1996-tól máig. Nem tartom túlzásnak, hogy a Szent Istváni palicsi ünnepségek mindig összép fogtak bennünket, erőt adtak. Ilyen értelemben kincs is ez az ünnep, az összetartozás mindig megújításra váró, aktualizálandó szükségének terepe,
felhajtó ereje. A palicsi ünneplést nem a megszokás tartotta életben, hanem az, amit az ünnep lelkiekben mindannyiunknak jelent. De nem elsősorban a palicsi ünneplésünk nagykorúvá válása miatt évfordulós ünnep az idei, hanem azért, mert 975 évvel ezelőtt, 1038-ban távozott István király az élők sorából, bevégezvén küzdelmes, állandó vívódásokkal és csatákkal, nagy elképzelésekkel, sok sikerrel, de talán még több keserűséggel és egyéni tragédiákkal bővelkedő életét. Szűz Mária kegyeibe és oltalmára bízta az országát és népét, és ez az oltalom közel 1000 éve életben tart minket. Ez teszi igazán jubileumivá az idei évet, az idei ünnepet. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Bízzás virágzóbb századokat remélj, elődeidnek szép kora visszatér. Ez a Bersenyi versidézet, illetve ennek első felszólító, már-már követelő, parancsoló utasítást tartalmazó szava az idei Szent István ünnepünk mottója, vezérgondolata. Bízzál! A felszólítás hallatán van az embernek egy érzése, mintha régen mondta volna valakinek, régen mondták volna neki, mintha ritkán használt szóról lenne szó. Talán leszoktunk arról, hogy bízzunk? Nagyon nagy baj volna, ha így lenne. Bízni, bizakodni azt jelenti, hogy az ember ügyének jó végét, sikeres kimenetelét, sorsának jobbra fordulását reméli. De az én számomra azt is jelenti, hogy mindezt nem ölbetett kézzel, passzívan, a nehézségek előtt megtorpanva teszi az ember. Bízni, bizakodni azt jelenti, hogy pozitívan, tevőlegesen, munkát, felelősséget, kockázatot vállalva cselekszünk. Ha nincs ilyen bizakodás, a sikeres kibontakozás csak véletlenszerű lehet. Hölgyeim és uraim, milliószor kimondott, tudott dolog, hogy a társadalmi folyamatokat mindig előre nézve kell megpróbálni befolyásolni, azonban megérteni, csak visszafelé nézve lehet. De ennek tudatában István király életműve még monumentálisabb. Gondoljunk bele! Szakítani a megszokottal, szembe menni a többségi elvárással, döntéseket hozni, azokat végrehajtani és végrehajtatni, állandóan résen lenni, szövetségeseket keresni, a belső és külső ellenségekkel küzdeni, csatázni és közben meggyőző közösségi akaratot teremteni, egyházat és államot folyamatosan 4 évtizeden át szakadatlanul építeni. Ez volt a Szent Istváni válasz az időszámításunk utáni első ezredforduló európai folyamataira. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, mi zajlott le a fejében és a lelkében, de abban biztosak lehetünk, hogy bízott, bizakodott az isteni gondviselésben, saját, nemzetet, országot létrehozó tervében, abban, hogy a nemzet is akarja a keresztény értékrendet, a megyerendszert, az erős európai államot. A Berzsenyi idézet annak példája, miként jelent kapaszkodót a jelennek a múlt felidézése és megértése, hogyan teremt olyan beszédhelyzetet, amikor elkerülhetetlen, hogy a jelen és a jövő kerüljön a gondolkodás középpontjába. Tisztelt ünneplő közösség! 3 évvel ezelőtt, amikor a miniszterelnök volt palicsi rendezvényünk díszvendége, alig pár hónappal voltunk csak túl a vajdasági magyar választói névjegyzék összeállításán, a nemzeti tanácsi választáson, mely a magyar összefogás listájának nem csak 3/4-es többséget jelentett, hanem meghatározó pozíciót és felelősséget is biztosított az épp hogy megalakult MNT-ben. És csak pár héttel voltunk túl azon, hogy a Magyar Országgyűlés korszakos döntéseket hozott a nemzeti összetartozásról és a könnyített honosítás lehetőségéről. Emlékeznek, akkor
2010. augusztusában ünnepünk mottójaként azt állítottuk magunkról, hogy a vajdasági magyar közösség nemzetalakító erő. Sokan fel is kapták a fejüket, első pillantásra túlzónak tűnhetett az állítás. Mi akkor a mögöttünk levő teljesítmény és a tervezett feladatok alapján merésznek, de megalapozottnak véltük az akkori vezérgondolat megválasztását. Két fontos feladatra készültünk. Mindenekelőtt az MNT-hez fűződő elvárások és ígéretek megvalósítására, amikkel kapcsolatban az ünnep délutánján egyeztettünk a miniszterelnökkel, olyan partnerséget létrehozva, amelynek minden eleme ezidáig kölcsönösen teljesítésre került. Erről az akkori vállalásról ma nem kívánok beszélni, többször megtettem már, és mások is. De azért sem akarok most ezekről beszélni, mert ez az elkövetkező hónapok kiemelt feladata lesz. A számvetés és elszámolás hónapjait éljük hamarosan, és az új feladatok megfogalmazásáért, hiszen jövőre lejár az MNT 4 éves mandátuma, jövő tavaszra MNT választások lesznek. A másik fontos feladat, amire 3 évvel ezelőtt készültünk, az a közösség mozgósítása és szervezett, átgondolt bátorítása, erkölcsi és tevőleges segítése, hogy éljenek az éppen megteremtődött lehetőséggel, igényeljék a magyar állampolgárságot. Közjogi kötődéssel is erősítsék meg a nemzethez tartozás érzését és meggyőződését. Az akkori vezérgondolat mozgósító jellegű volt, de tükrözte a sikeresség reményét, amely mára be is igazolódott. Ma örömmel és megelégedettséggel nyugtázhatjuk. A vajdasági magyar közösség 40%-a, mintegy 100 000 ember igényelte a magyar állampolgárságot, közel 60 000-en már esküt is tettek. Ezek a számok össznemzeti vonatkozásban is látványosak, hiszen a világban állampolgárságot igénylők 18%-át jelentjük mi, a pici, sokat szenvedett, sokak által régen elsiratott vajdasági magyar közösség. Ezért mertük, önmagunkat is biztatva, 3 évvel ezelőtt nemzetalakító erőnek nevezni önmagunkat. Hölgyeim és uraim, az elmúlt napokban a Nemzeti Választási Iroda hozzálátott azoknak a leveleknek a megküldéséhez, amelyek alapján a külhoni állampolgárok a névjegyzékbe való feliratkozással jelezhetik, élni kívánnak szavazati jogukkal, részt kívánnak venni a jövő évi magyarországi országgyűlési választásokon. Biztos vagyok benne, sokan tesznek majd így. A VMS nem csak erre buzdít, de segíteni is kíván, segíteni is fog, hogy a szükséges formaságok intézése minél zökkenőmentesebb legyen. Szeptember elejétől felkívánunk keresni minden vajdasági magyart, mint ahogy azt tettük, amikor az MNT választási névjegyzékét hívtuk életre. Legális keretek között segíteni kívánunk mindenkinek, hogy jogot szerezhessen a jövő évi választásokon való részvételre, de abban is, hogy akik még nem igényelték a magyar állampolgárságot, de szeretnék, megtehessék azt. Ennek az összetett és fontos feladatnak a sikeres ellátása meggyőződésem szerint nemzeti érdek, a mi érdekünk is. Embert próbáló feladat, de bízva az eddig többször sikeresen megmutatkozó egyházi, civil és értelmiségi összefogásban hiszem, sikeresen fogjuk teljesíteni. A VMS ebben a munkában is élenjáró kíván lenni. Ez diktálja lelkiismeretünk és felelősségünk, erre vállalkoztunk anyaországi partnereink felé. Ez az előttünk levő hónapok egyik legfontosabb feladata. Tisztelt ünneplő közösség! Azt hallhatjuk, az állampolgárság igénylésének lendülete töretlen. Örülünk neki. Mindig azt mondtuk,
Ma is állíthatjuk, az érzelmi kötődés mozgatja. De azt is látni kell, arról is nyíltan kell beszélni, hogy mind többen azért is igénylik a magyar állampolgárságot, mert a magyar útlevél tágabbra nyitja a munkakeresés lehetőségének kapuit. Sokan suttogva, szégyenkezve beszélnek erről, mintha a mi szégyenünk volna. Mert hogy szégyen, az biztos, de nem a mi szégyenünk. Az elmúlt évek, évtizedek Szerbiáját irányítók szégyene, akik legtöbbször a felkent megmentők pózaiban tetszelektek, fűtvát ígértek, és közben lepusztították, kivéreztették, szétrabolták az országot. Az ő szégyenük, hogy itthon nincs megélhetés és szűkös a jövő. Nem csak nekünk, a velünk együtt élőknek is. Újra földön futóvá kell lenni, külföldön kell megélhetést keresni. Hogy a vajdasági magyarok ezért is igénylik a magyar állampolgárságot? Hát persze. Megértéssel vesszük tudomásul, az állampolgárság nem csak érzelmi kötődés, de plusz biztonság és kapaszkodó is. Azonban nem kívánunk ebbe a helyzetbe belenyugodni, hanem felelősséggel mindent megkívánunk tenni annak érdekében, hogy a helyzet a lehető leggyorsabban alapjaiban változhasson meg. Néhány héten belül bemutatjuk és azt követően el is fogadjuk gazdaság és térségfejlesztési elképzelésünk munkaváltozatát, amiről közösségi konzultációt indítványozok. Fontos, hiánypótló vállalkozás ez, aminek a megvalósítása reményeink szerint enyhít majd a gondjainkon. De ezzel nem tudjuk kezelni a gazdasági, szociális gondokat, hiszen azok országos jellegűek, ezért csak is országos szinten kezelhetők. Ezért országos, tartományi, önkormányzati és települési szinten ezután is elvszerű partnere kívánunk lenni mindenkinek, akit hasonló szándék mozgat. Csak így teremthetjük meg az esélyét annak, ami mindannyiunk közös érdeke, hogy itthon lehessen boldogulni, ne kelljen elmenni, akik pedig elmentek, visszajöhessenek. Ki kívánom mondani? Ez egy újabb fájdalmas fejezete közösségünk életének. Megértése, kezelése, sok türelmet, kitartást és még attól is több kölcsönös megértést igényel. És világos mondatokat, egyértelmű, a közös érdeken alapuló, elvszerű döntéseket. És bátorságot mindehhez, hiszen gyakran kerülünk ezek után is abba a helyzetbe, hogy mondataink, döntéseink nem találkoznak bizonyos körök elvárásával. Számunkra azonban továbbra is a közösségi érdek érvényesítése a szent és sérthetetlen, a mindenek felett álló. Ezért állítjuk, mi nem csak azoknak a magyaroknak az érdekeit képviseljük, akik tavaly májusban ránk szavaztak, hanem azokét is, akik másra szavazva várták sorsuk jobbrafordulását, de mára csalatkoztak. Nem csak érdekeik képviseletét végezzük folyamatosan, de azt is várjuk, csatlakozzanak hozzánk, így is növelve érdekeink megvalósulási esélyét. Tisztelt ünneplő közösség! Van-e mindenhez kellő erőnk, képességünk? Maradt-e mindenhez elegendő erőnk? Igen, maradt. Van. Rengeteg bizonyítékot sorolhatok, csak az utóbbi hónapokra gondolva. Hadd említsek néhányat. A közbiztonság helyzetének kezelését, vagy Csurogot, a kollektív bűnösség elítéléséről szóló parlamenti deklarációt. Ez mind nem lehetett volna, ha nincs, ha nem maradt volna kellő erőnk és tekintélyünk. Az 50. Gyöngyösbokréta, az egyre népesebb és színvonalasabban megszervezett KMV, az illésnapi körmenet, a vajdasági vágta, a márciusi, júniusi, augusztusi ünnepeink tömegessége és hangulata.
ha nem lenne közösségi erőnk, hogyan is tudtak volna embereink idén majd 40 tábort szervezni, 2000-nél is több gyermeket mozgatva. Erőnk maradt és van. A munkától se félünk, minden feltételünk adott rá. Tudjuk, mit akarunk, mit kell tennünk. Ezért idézhetjük Berzsenyit. Bízzál, s virágzóbb századokat remélj. Elődeidnek szép kora visszatér. Bízzál! Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget. Köszönjük szépen elnök úr beszédét, és már hagyományosan felkérem az elnök urat, hogy most fáradjon vissza a színpadra, és szegje fel az új kenyeret. Szeretném megkérni Fazekas miniszter urat, hogy csatlakozzon hozzám. Ő formában van, mert az utóbbi hetekben, hónapokban azt gondolom, hogy talán ő szegett meg legtöbb fölszentelt kenyeret, úgyhogy remélem, hogy ezt a mostani kenyérszegést is sikeresen fogjuk majd bonyolítani. Miniszter úr! Hölgyeim és uraim, központi rendezvényünk ünnepi része ezzel véget ért. A folytatásban pedig jön a Korál együttes és Balázs Fecó. Következik a szórakozás, de előtte még csak egyetlen egy információ mindenki számára. A Szent István lovagrend lovagjai itt vannak velünk, látták őket már gyönyörű ornátusukban. Ők most majd el fogják foglalni a helyüket itt a színpad előtt, és aki óhajtja, az megérintheti ezt az erekjét, amit elhoztak nekünk a Szent István bazilikából. Becslések szerint körülbelül 6000-en vagyunk, ha nem többen. Erre a lovagok azt mondták, hogy az ő becslésük körülbelül 3 óra hossza, tehát türelmesen fogják itt várni önöket a színpad előterében. Most a Vajdasági Magyar Szövetség és Pásztor István elnök úr nevében megköszönöm, hogy kifáradtak ide, és hogy velünk ünnepeltek. A boldogasszony anyánk óvja nemzetünket, és a jó Isten áldjon meg minden igaz magyar embert. Azért a kenyérosztás, amikor véget ér, akkor kérnénk szépen önöket. Lassan el is fogy.
Na de hát azt mindannyian tudjuk, hogy Krisztus teste egy darab is. Mindenkit jól lakat. Na. Hölgyeim és uraim, még egy nagyon picike kis türelmet kérünk, egy nagyon szép pillanat következik. Ilyen ünnepi alkalmak során mi magyarok azért szerencsés nemzet vagyunk, mert eleinktől nem egy, hanem két nemzeti imádságot is kaptunk. Az egyiket már elénekelhettük. Következik most a másik. Ez most akkor felkérem, még Balázs Fecóék előtt az Emmanuel kamarakórust, hogy jöjjenek fel a színpadra, és közösen mi 6000-en imádkozzunk, magyarok. Énekeljük el a szózatunkat. A Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségét közvetítettük élőben innen Palicsról. A rendezvénynek még nincs vége, hiszen korál együttes koncerttel várják az ide látogatókat. A közvetítés azonban itt befejeződik. A korál együttes menedzserétől ugyanis nem kaptunk engedélyt arra, hogy a koncertet felvegyük, rögzítsük, illetve sugározzuk azt követően. Maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel, nem sokára híradóval rendelkezünk. Nézzék továbbra is műsorainkat, hallgassák a Pannon Rádiót. Szép estét mindenkinek!